A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora. Az elmúlt héten jelentették be a Szent István Király Múzeumban, hogy újabb nagyszabású kiállítás nyílik. Erről fogunk beszélgetni stúdiónk mai vendégeivel, Varga Tamással, a Honvédelmi Minisztérium miniszterhelyettesével, Székesfehérvár országgyűlési képviselőjével, Töll László ezredessel, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokával, valamint Pokrovenszky Krisztiánnal, a Szent István Király Múzeum igazgatójával. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Ugye 2023 tavaszán nyílhat majd meg ez az új nagyszabású kiállítás. Miért tartották fontosnak? Igen, ha 2023, akkor pillanatra ugorjunk vissza 10 évet, mert 2013-ban döntött úgy a város, hogy elindítja az Árpád ház programot, és 2017-ben született meg az a kormánydöntés, aminek eredményeképpen a Szent István Király Múzeum megújult, és be is fogadta az Árpádok művét bemutató kiállítást, amelyet köszönjük szépen a mi múzeumunknak, hogy a Nemzeti Múzeummal közösen megrendezte ezt a kiállítást. Fantasztikus siker volt, 44 ezer látogató néhány hónap alatt, és azt gondoltuk, hogy ez az erős kezdés, ez kötelez, és az erős kezdés után nem eshetünk vissza, és szeretnénk egy újabb, nagyon komoly kiállítással itt Székesfehérváron a székesfehérváriaknak és az ide látogatóknak is kedveskedni, bemutatni, hogy mit tud ez a múzeum, hiszen ez egy nagyon régi épület, de belül modern, 21. századi, a kiállítótermei szinte mindent tudnak, amit ma egy kiállítóteremnek, kiállítóhelynek tudni kell. Tehát az első siker kötelez, és azt gondoltuk, hogy ismét egy komoly nagy kiállítással jelentkezünk, amely Székesfehérvár katonaváros lévén mi más lehetne, mint az elmúlt 1000 év, az elmúlt 1000 év vitéssége. Ezt szeretnénk bemutatni a székesfehérváriaknak ebben a múzeumban, és ehhez partnerként megkerestük és meggyertük a Hadtörténelmi Intézet és múzeum csapatát. Köszönöm szépen parancsnok úrnak, hogy együtt gondolkodik velünk, és egy újabb, nagyon fontos kiállítást rendezhetnek meg a szakemberek itt ebben a múzeumban. A vitézség, a katonai erények, az a tartás, a kitartás és a tartás, ami a katonákban az elmúlt 1000 évben megvolt, az nagyon fontos ma is, ezt nagyon sokszor elmondjuk, hogy háború van, egy háború szomszédságában élünk, és kell készülnünk úgy a békére, hogy közben erőt mutatunk fel. Az erő egy valamilyen vas, egy haditechnikai eszköz, és a magyar katona így együtt képviselik ezt az erőt, és szeretnénk, hogyha ez az elmúlt néhány évszázad, 1000 év vitéssége példát mutatna a ma katonáinak, és mindazoknak, akik katonák szeretnének lenni, de még ezt ők sem tudják igazán, ebből a kiállításból is merítenének erőt, és jönnének és jelentkeznének katonának a Magyar Honvédségbe. Ugye a kiállításnak a munka címe a magyar katonai vitézség jelképei. Ezredes úr, mégis hogyan épül majd fel a tematika? Voltak már ugye többször a kollégái, ön is bejáráson itt a Székesfehérvári Múzeumban. Hogyan alakul ennek a kiállításnak az elképzelése? Köszönöm a lehetőséget, meg a megszólalási lehetőséget, és az természetes, hogy a Hadtörténeti Intézet és Múzeum ugye a előjáróinak a kérését teljesíti, és ebben az esetben
Ez különös örömmel jár nekünk, hiszen ez köztudott, hogy a múzeum az költözni fog, és ez általában az ilyen tudományos intézményeket valamilyen szinten, mondjuk így, hogy tetsz halálra ítéli, tehát hogy a műtárgyak jelentős részét raktárba kell helyezni. És ez egy nagyon nagy lehetőség, mert ez azt jelenti, hogy ebből kitörünk, és meg tudjuk mutatni az országnak azt, hogy milyen kincsekkel rendelkezik a hadtörténeti múzeum. Ez 500 000-nál több műtárgyat jelent a papír a anyaggal együtt, tehát egy óriási mennyiség fölött diszponálunk. És ez azért nagyon is fontos, mert ugye amikor meglátogattuk ezt a kiállítótermet, ahova államtitkár meghívott bennünket, hát ez egy ultramodern kiállítóhely, de mégis egy ilyen klasszikus környezetben, és ez rögtön nekünk egy olyan ihletet adott, hogy akkor mi is klasszikus, de mégis modern kiállításba gondolkozunk, tehát tájcentrikus lesz. És akkor sokat gondolkoztunk azon, hogy egy ilyen környezetben, 1000 éves város, hadtörténelem, hadtörténeti múzeum kincseit, akkor mivel jöjjünk ide? És elnézést azért a kifejezését, hogy van nagyon divatos, ez a best stuff. És az egyik legjobb kiállítási anyagunk, ez a magyar hadtörténelmünk, az 1000 évből a jelképei. És ez azért is nagyon fontos, nem csak szakmailag nekünk, hogy megnyilatkozhatunk, és egy hosszabb középtávra egy nagy volumenű kiállítást építhetünk, amire egyébként pályázati úton szerezzük meg az anyagi támogatást, tehát nem a várost fogja terhelni, ez természetesen, de mégis egy nagyszerű kiállítást akarunk csinálni, hanem az is, hogy a magyarság általában hőskultusz deficitben szenved. Tehát az elmúlt szocializmusnak a évtizedéből még most következtünk ki, úgymond, ahol ugye teljesen megváltoztatták a magyar hadtörténelmi nézeteinket. A mai napig egy pessimistán tekintünk erre a hadtörténelemre, a bukott szabadságharcok, elveszített háborúknak, a hazudvirgalom árnyékában vívott rettenetes háborúkra emlékeztetek bennünket, és ezt is meg akarjuk ezzel a kiáltással világítani, hogy csatlakozok államtitkárhoz, ez pont nem igaz. Ez egy optimista kiállítás lesz igen, akkor? Igen, pontosan. Tehát azt akarjuk bemutatni, hogy lehet, hogy a vesztes háborúink is vannak, de ebben a magyar katona ragyogóan helyt. Tehát ebben Európa katona nemzetei közül is élen járunk. Tehát, hogy ezt hangsúlyozom, hogy ez egy katona nemzet, és ebben mi óriási véráldozatot hoztunk, de hősi példákkal, ugye tarkítva ezt, ragyogó hősi példákkal. És ennek az emlékeit szeretnénk bemutatni, egészen a honfoglalástól 1945-ig, és mivel hogy jövőre 175 éves a Magyar Honvédség, és a Magyar Honvédség jogelődjének tekintjük a 48-as szabadságharc hadseregét, itt egy kifejezetten egy nagyobb tematikát szentelnék ennek a korszaknak, ez benne is van a köztudatban, nagyon népszerű, de hozzá kell tennem, hogy ez nekünk egy feltett célunk, hogy nem csak 48-ból él a Magyar Honvédség. Tehát ez egy akkora hatalmas történelem, hogy bármelyik szeletéből hősi példák tömkelegét tudjuk meríteni. Ez teljesen mindegy, hogy az Árpádházi királyok, a Vegyesházi királyok, vagy éppen 1945-ig a Donnál helytálló magyar honvédekről szól. Tehát ezt szeretnénk bemutatni a közönségnek. Az biztos, hogy lesznek benne nagyon különleges dolgok, amit hosszú évtizedek óta nem láthatott a közönség. 48-as zászlók, 48-as erekék, személytárgyak. Tehát egy két rétegű kiállítás lesz ez, egy általános, ahol meg lehet tekinteni, ami ránk jellemző motívumkincset, és a személy erekélyeket, amit úgy mindenki megilletődve szokott nézni. Tehát akár Damjanicsnak a szabjája, Láner Györgynek a szabjája, vagy éppen Kisernőnek az Attilája, és így tovább sorolhatnám, vagy első világháborús tábornokoknak a személy relikviája. Ezek mindig meghatják egyébként az embereket, és erre ezt feltétlenül fel is szeretnénk használni arra, hogy erősítsük a magyarokat abban, hogy nagy a mi történelmünk, és büszke kell erre lenni. Nem lehet, erre kell büszkének lenni. Mindjárt még az érdekességekkel folytatjuk, de ugye többször elhangzott, hogy egy ultramodern kiállítótérben láthatják majd meg ezeket a csodálatos tárgyakat, az ide látogatók, a királyok és szentek tárlat is már nagyon sokakat vonzott, és a múzeumnak gyakorlatilag ez volt egyben a rendház épületének is az avatója. Igazgató úr, mi az, ami változott a felújítással? Hogyan képzeljék el ezt az ultramodern kiállító teret, illetve azokat a paramétereket, amik lehetővé teszik innentől kezdve ezeket az exkluzív kiállításokat? Igen, gyakorlatilag minden változott. Ezzel a kiállítás, ugye a Királyok és Szentek kiállításról nagyon sokat beszéltünk, és fantasztikus tárgyak érkeztek ugye Magyarországra, több mint 10 országból, több mint 40 múzeumból csodálhatták meg a látogatók az Árpádság, Árpád korhoz köthető relikviákat, és arról talán keveset beszéltünk, hogy
megrendeztük ezt a kiállítást, de ami ugye utána itt maradt, az igazából az igazi nyeresség így a múzeum tekintetébe, hiszen ezen a fantasztikus élményen túl egy olyan modern kiáltóteret kaptunk, egy épület felújítás történt, illetve ugye kapott maga az épület egy modern látogatóközpontot is, ami új lehetőségeket nyit, mint programok, mint kiállítások terén. Tehát olyan gépészettel került felszerelve az épület maga, ami egyébként ugye a 18. században épült, tehát abszolút nem mondható modernnek a mai szóhasználatba. Viszont ezzel tudjuk automatikusan szabályozni a páratartalmat, hőmérsékletet, gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy kint milyen időjárás van, és egyébként ilyen vitrinek is kerültek az épületbe, tehát hogy nem csak a tereknek tudjuk az állapotát szabályozni és kontrollálni, hanem magának a vitrineknek is. A vitrineknek is külön szabályozható egyébként még a termen belül is az állapota, tehát hogy ide tényleg olyan értékes tárgyakat is bele lehet rakni, amik nagyon-nagyon kényesek a külvilágra, illetve az egyéb változásokra. Az épület ezt mind tudja biztosítani. Folyamatos 24 órás felügyelet van, gépek is nézik, hogy állományvédelmi szakemberek is ellenőrzik, adatok összevetésre is kerülnek. Tehát tulajdonképpen egy olyan környezetet tudunk garantálni, hogy ami fizikai valójában befér az épületbe, gyakorlatilag bármit ki tudunk most állítani, mert meg tudjuk teremteni a feltételeket ehhez. És ahogy említettem, ugye a látogatóközpontot, az pedig egy külön kuriózom gyakorlatilag, hogy egy modern építészeti elem ebbe a barokk környezetbe ilyen fantasztikusan beleillik, ez nyilván az építésztervezők munkáját dicséri, de hát nekünk óriási lehetőség, hogy nem a folyosón vagy az épület előtt kell feltétlenül kiállítási megnyitókat tartani, bár megjegyzem, a épület átadón ugye ott nem véletlenül a fő utcán volt a kiállítási megnyitó nagy közönség előtti része, hiszen fantasztikus, hogy mennyi érdeklődő volt, tehát tele volt az egész utca, és ez is mutatja, hogy milyen érdeklődés kíséri ezeket a kiállításokat. Mi közben végeztünk egyébként látogatókutatási felméréseket is, és ott is ez derült ki, hogy a történeti tematikájú kiállítások érdeklik a legjobban a közönségünket. A űrlapok kitöltőiknek közel a 3/4 ilyen hasonló tematikájú kiállításokat szeretne látni. Gondolom, hogy az Árpádház programnak is nem titkolt célja volt az, hogy mondjuk ez a rendház épület ilyen szépen megújulhasson. Igen, Székesfehérvár a nemzet történelmi fővárosa. Ma Budapest a főváros. A fővárosi lét minden attribútumával együtt. Ez nem jelenti azt, hogy mindennek mindig a fővárosban Budapesten kell lenni, vagy Budapesten kell történni. Születhetnek nagy dolgok, és történhetnek nagy dolgok vidéken is, itt Székesfehérváron. Fehérvár ma nem csak egy 1000 éves város, nem csak a nemzet történelmi fővárosa, ahol a királyunkat koronázták, és ahol az Árpádházi kiállításunk ezt mutatta be, hogy milyen fantasztikus élet volt itt Fehérváron, Magyarországon, egészen Mátyás koráig, milyen erős és hatalmas ország volt ez, és milyen erős város volt a mi városunk, amit követett majd a török uralom, és mindennek akkor vége lett, de ezt nagyon sokan nem tudják. 800 éves az aranybulla, kiadásának, kihirdetésének is évfordulója van, és ez az aranybulla 7 esztendővel követte azt a Magna Chartát, amit minden tankönyvben leírnak és fontosnak tartanak, hogy ez a modern magyar parlamentarizmus, a modern mai demokrácia előképe nyilván annak a kornak a sajátosságaival és a jellemzőivel, és ez mindez itt született, és itt is születhetnek nagy dolgok. Ez Fehérvár, ez egy regionális központ, nem csak egy megye székhelye, hanem egy sokkal nagyobb, talán egy 1,5 milliós régió központja, tehát születhetnek nagy dolgok vidéken is, és szeretnénk, hogy a kultúrában is szülessek, Fehérvár legyen a kiállítások, múzeumok egyik fővárosa, és ezt szeretnénk folytatni, azért építettük ezt a múzeumot, hogy legyen olyan hely, legyen egy hely, ahol nagyszabású, nagyon fontos, nagy jelentőségű kiállításokat tudunk
a közönségnek megmutatni, és ez most készen van, és köszönjük szépen a múzeumi szakembereknek, hogy ezeket a kiállításokat bemutatják. Ugye a történeti tárlatok népszerűsége gondolom, hogy egy jó lehetőség, maga a kiállítótér is egy jó lehetőség önöknek, de talán az is egy más perspektívát ad, amit a miniszterhelyettes úr is említett, hogy ez most nem a fővárosban történik. Hogyne, ez minden, a kultúrában, hogy államtitkár is mondta, így van, minden fővároscentrikus. Ez is nekünk egy nagy kitörés. Tehát végre bemutatkozunk egy hatalmas kiállítással, ami egyébként megállna a helyét bármelyik fővárosi múzeumban, vagy a sajátunkban is. Tehát itt pontosan ez egy új úttörés arra, hogy igen, lehet kiállítást csinálni itt is. Az egy hatalmas szerencse, vagy inkább egy nagyon jó előrelátás a városvezetőitől, hogy egy ilyen kiállítóterem épült. Azért ez nem olyan gyakori a mai Magyarországon. Tehát, hogy ez nekünk lehetőséget ad arra, hogy olyan tárgyakat is kiállítsunk, ami roppant érzékeny, különleges zászlók, ahogy említettem, a 48-as zászlók, ruházati darabok, amiknek egy nagyon megfelelő műtárgyvédelmi környezet kell, és ez a terem ezt biztosítja. Tehát nekünk ez egy nagyon jó lehetőség ebből a szempontból, és ennek is köszönhető, hogy ez egy, nem mondom, hogy egy monumentális, de majdnem egy ilyen kiállítást tervezünk, és hát hozzá kell tennem, hogy ebben nagyon számítunk a Fehérvári Múzeumra, igazgatóra, és mondjam így hadinépére, bár itt szó nincs arról, a hadtörténeti intézetes múzeum nem fogja annektálni a kiállítóhelyet, senkinek nem kell majd bevonulnia sem, hanem egy szimbiózisba együttműködve a Fehérvári Múzeummal szeretnénk tényleg egy nagyon jó kiállításnak építeni. Tehát akkor tervben van az együttműködés önök között? Természetesen. Én nagyon örülök, és köszönöm szépen, hogy parancsnok úr ezt mondta, mert amikor 2017-ben miniszteri biztosként, meg az Árpád Ház program miniszteri biztosaként a miniszterelnök úrtól azt a feladatot kaptam, hogy ha itt van az Árpád Ház kiállítás, vagy itt lesz, és szükség van a kiállítóhely felújítására, akkor mi nem abban gondolkodtunk, hogy valami kis támogatást szerzünk, egy kicsit lefessük az épületet kívül, belül, egy kicsit feljavítjuk, hanem azt mondjuk, hogy ha most van lehetőség, és a kormány valóban támogat minket, és támogatott, akkor lépjünk egy nagyot. Ne csak renoválgassuk az épületet, ne csak újítgassuk, hanem találjuk ki, ez egy rendház volt, a bejárata nem volt alkalmas a látogatók fogadására, akkor találjuk ki, hogy hogyan tudunk egy fogadóteret kialakítani, hogyan lesz egy látogatótér, ahol kiállítás nyitót is lehet tartani, és ahol méltó körülmények között fogadhatjuk a látogatókat, tehát gondoltunk egy nagyot. Hát jó és nagyot. Így közösen együtt ezt megcsináltuk, és igen, nem kell mindennek a fővárosban történni. Mindig abban gondolkozunk, hogy valami ott van, ha a történeti intézetes múzeum ott van, akkor annak mindig ott kell történni. Nem kell mindennek a Nemzeti Múzeumban történni. Történnek nagy dolgok a fővárosban is, de most van egy lehetőség, teremtettünk egy lehetőséget arra, hogy történhetnek itt is nagy dolgok. Igen, és hogyha már említetted, valóban nem kis nagyságrendet képvisel ez a felújítás, meg maga a kiállítás is, hiszen 5,5 milliárd körüli állami támogatás volt benne, és közel 200 millió városi forrás, hogyha jól tudom, igazgató úr. Ez a rendház történetének talán a legnagyobb felújítása, és új célokat is tűztek ki. Hanem ez konkrétan. Ez az. Felújítása. Mi fog változni ezzel a fogadóközponttal, illetve az elmúlt hónapokban lehet látni, hogy egy kicsit nyitottabb a múzeum a közösség irányába. Lehet-e mondjuk a közösség egy ilyen kapocs, amiben együtt tudnak gondolkodni, hiszen a múzeum is a közösség múzeuma kíván lenni, és gondolom, hogy a honvédségnek is cél az, hogy a társadalommal egy szorosabb kapcsolat legyen. Hát, hogy ugye a társadalomból él a Magyar Honvédség. Annak a tagjai lépnek be hozzánk, ki hivatásosként, ki szerződésként, önkéntesként. Tehát tulajdonképpen ők biztosítják a mi hátterünket. Az, hogy én profánul megfogalmazva, akkor jönnek el a katonának az emberek, egyrészt, ha szeretik a honvédséget, meg tisztelik, amit képviselünk, az értékeit, másrészt megtalálják benne a számításukat. Mi azért vagyunk felelősek a hadtörténeti intézetes múzeum, hogy szeressék a honvédséget és tiszteljék. Tehát, hogy atyáik nyomdokaiba lépjenek, és ne fanyalukban nézzék azt, ahogy régen beállították, hanem büszkék legyenek, és ők is olyanok akarnak lenni. Ezért például lesz egy külön hősi terem ebbe a
a kiállításban, ami megmutatja, hogy milyen vitézteteket hajtottak végre az ősök, amivel mi összevetettük ezt más hadakozó népekkel, akár az angolokkal, ugye, akik a Viktória keresztre jutalmazták a hőstetteket. Mi például nekünk van egy mára már elfeledett a katonai, a Mária Terézia katonai rend, ami egy súlyban van a Viktória keresztre, be szeretném mutatni, hogy ezekben a vitézi tettekben Európában mi az elsődben benne vagyunk. És úgy, hogy a számarányunk, európai többi népész ugye kevesebb. Tehát nagyon fontosak ezek a megnyilatkozásaik, pontosan ezért, hogy elültessük azt, hogy, hogy adjuk vissza ennek a népnek az önbizalmát, az őségbe vetett hitét. Én mindig azt szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy a mi viharos történünkben már az csoda, hogy itt vagyunk. Tehát, hogy ez a nép nem tűnt el. Ugye a folyamatos háborúink során, a 150 éves török háborúk irány, ugye ez a mi földünkön dúlt egy permanens háború volt, legyünk erre mi nagyon büszkék, ez egy sikertörténet. De nem gyászolni kell. Megvoltak a magunk vereségeivel, gyászaival együtt, de itt vagyunk, saját nyelvet beszélünk a saját földünkön. És ez ennyire egyszerű. És ezt a fegyverfogó férfiaknak köszönhetjük jobbára. Igen, nem a honvédség van így külön, és a társadalom valahol máshol, hanem a katonák a társadalom részei, a mi honvédeink ennek a társadalomnak részei, benne vannak. És a katonák nem azt különbözteti meg tőlünk civilektől, hogy egyenruhában vannak. Ő nem egy egyenruhás munkavállaló, nem egy egyenruhát öltött civil, hanem katona, és a legfontosabb különbség a katona és a civil között, hogy a katona arra esküszik fel, hogy élete feláldozásával is megvédi a hazáját. Ez a legfontosabb is. Ezt belülről kell érezni annak, aki katona szeretne lenni, és aki katonának áll. És azt gondolom, hogy és abban bízom, hogy ez a kiállítás abban fog segíteni nekünk, hogy a hősi kultusz bemutatásával, a hőseink bemutatásával, a hőstettek bemutatásával, a vitézség bemutatásával segíteni tudunk abban a fiataloknak, hogy ezt átérezzék, és ezt belülről érezzék, hogy igen, én ezt fogom csinálni. És még hozzászólva, hogy az eredeti kérdéshez, gyakorlatilag több szakmai fórumon is elhangzott már, hogy a múzeumoknál és a közösség felé nyitása a jövő, tehát ez jelenti a jövőt, és ebbe ez tökéletesen beleilleszkedik. Illetve a fogadó központunkat igyekszük mi is úgy kialakítani, hogy ugye ne csak kétes megnyitókat, hanem egyéb programokat is tudjunk szervezni, tehát ott táncos, zenés, prózai, akár előadói produkciókat, kerekasztal beszélgetéseket, gyakorlatilag bármilyen odaillő rendezvényt meg tudunk innentől szervezni. Most folyamatban van egy 3 kamerás rendszerünk is a kiépítése, ahol ugye online közvetítéseket tudunk megvalósítani, akár élőben is. Tehát ez is nagyon fontos, aki nem tud eljönni az otthonról is tudja nézni ezeket a rendezvényeket. Ugye nagy sikerű rendezvényeket tartottunk most a Királyok napja, a Királyok napja rendezvény sorozat alatt, ugye a színházzal közösen, tehát házasok voltak gyakorlatilag ezek a rendezvények. Megnyitottuk a nagy közönség előtt újra a díszudvarunkat is, gyakorlatilag ott is minden rendezvényünk tehát házas volt. Nagyon jó koncertek voltak. Nagyon jó koncertek voltak, egyébként katonai zenekarok is voltak. Bemutatkozhatnak, illetve lehetőségük van. Nagyon jó az akusztiká egyébként az udvarnak is, de a fogadócsarnoknak is rossz idő esetén természetesen. Tehát számtalan lehetőség van ahhoz, hogy a közösségeket bevonzuk a múzeumba, és aki már bejön, az minden bizony a kiállítást is meg fogja tekinteni. Gondolom, az ilyen kiegészítő lehetőségekben önök is gondolkodnak. Hogyne, hát előadás sorozat az nyilvánvaló, érdekességek van, amit egyébként ugye nem nagyon hallani, és ez külön jó, hogy ugye ezt meg lehet tekinteni internetes vagy éppen a televízióban is. Másrészt mi is gondolkoztunk ugye koncertekbe, de én például ugye a katonazenekar az adott, ugye Fehérvárnak is saját, ugye egy nagyszerű zenekara van, de például a középkori zene, ami kevéssé ismert, hogy szeretnék meghívni olyan régi zenét játszó együtteseket, és ami elvisz bennünket a régi korokba. Tehát a török időkben, hogy ott milyen zenére harcoltak, éltek, mulattak, vagy éppen gyászoltak az emberek. Természetesen alaki bemutató, és így tovább. Tehát amit a honvédség tud biztosítani, egy kicsit, mondjuk úgy, hogy színesebbé tegyük ezt a kiáltást, főleg itt az ifjúságra gondolva, hiszen manapság ugye az ifjúság igényt tart arra, hogy valamilyen élmény gyűjtenek ők, nem úgy, mint a mi generációnk, és erre természetesen mi is gondolunk. Tehát akkor az ilyen élményszerű megközelítés az amellett, hogy egy tradicionális, nagyon elegáns kiállítás lesz, hiszen ezt korábban hangsúlyozta, azért ez ott párhuzamban ott van? Ez ott kell, hogy legyen. A mai fiúságot ugye ezt nem lehet enélkül, mondjuk így, hogy megfogni.
hogyha biztos megcsinálnák, mert ez egy tényleg jó kiáltás, de az, hogy ez beégjen vagy beívódjon, ahhoz kellenek ilyen élmények, amik a lelket is megfogják azonnal, meg az érzékeket. Úgyhogy ezzel mi készülünk, tehát ez egy próba is egyébként, mert a mi kiáltó termék nem voltak a várban erre alkalmasak, egy ilyen volumenű kiáltás megépítésére, tehát tulajdonképpen itt ez nálunk egy nagy gyakorlat is lesz, tehát hogy itt végrehajtjuk, egy egész nagy stáb dolgozik már ezen a kiáltásnak a forgatókönyvén, úgyhogy már megindult a tárgyak válogatása is, tehát hogy azért erre készülni kell, nem egy egyszerű. Szerencsére előjárunk támogatását, azt teljesen élvezzük, mert ugye anélkül ez nem nagyon megy, egy ilyen kiállításnak a megépítése, de mi nagyon készülünk rá. Tehát, hogy... Lehet azt már tudni, hogy mi lesz a következő lépés? Gondolom, hogy elkezdenek egyeztetni a Fehérvári Múzeum, önök, nem tudom, mi a következő lépés? Állandóan ide fogunk járkálni, tehát teljesen őszintén, tehát igazgató nyakára, és akkor elindul a méricskélés, a vitrineknek a beszerzése, restaurálása, kijelölt tárgyak meghatározása, hogy milyen körülmények között legyenek kiállítva, a forgatókönyv megírása, feliratok, milyen nyelven, hány nyelven, hogy legyen megvilágítás. Ez egy nagyon összetett munka, ez nagyon fárasztó lesz. Mi úgy szoktuk mondani, hogy ez szó szerint egy ilyen kiállítás egyébként az idő sem túl nagy, hogy megépítsük, ez kizsigereli az ott dolgozókat. Tehát, de a jutalma mindig megvan a végén. Tehát ez mindig egy muzeológusnak, ez olyan, mint egy publikáció, ez az ő gyermeke. Ez csoportmunka ugyan, de mindenkinek ott lesz a kitüntetéses szakértőnek, a zászlónak. Ez egy az, aki nem ebben a világban, ezt nehezen érzékeli. Tehát, hogy megszületik egy ilyen mestermunka, reméljük, hogy tényleg az lesz, és elnyeri a közönségnek a tetszését, az egy hatalmas sikerélmény egy muzeológusnak. Mert egyébként csak neki vannak a tárgyak meg a raktárnak. De amikor megmutatjuk, az egy fenomenális érzés. Az esetleg elképzelhető, hogy egyébként vannak olyan tárgyai a Szent István Király Múzeumnak, ami mondjuk helyet kaphat ebben a kiállításban? Természetesen ezeket a tárgyakat még nem válogattuk le. Ezt mindig úgy szoktuk, hogy először úgymond kiterítjük a mi kártyáinkat, és ott, ahol valami hiányzik. Ez elsősorban valószínűleg középkori tárgyak lesznek, vagy pedig késő középkoriak, mert ebből a múzeum nálunk nem rendelkezik nagyobb, mondjuk úgy, hogy kontingenssel. Ennek megvan a maga sajátos történettudományi oka, mert a hadtörténelmi emlékeik felosztása az a Nemzeti Múzeum és a Hadtörténeti Múzeum között zajlott le még a 20-as években, és akkor a Nemzeti Múzeum kapta meg a reguláris hadseregek előtti anyag nagy részét. Van nekünk is ilyen, mert ugye az évtizedek alatt ez óhatatlan, hogy mindkét múzeum gyűjtött mindent, de nem rendelkezünk ilyen nagy mennyiségű anyaggal. Tehát például a középkori kardok, egyéb felszerelések, azt nyilvánul igénybe fogjuk venni a múzeumot, és megkérjük, hogy ebbe segítsenek. Azt hiszem, abban meg nincs hiány. Nincs hiány, hát meg ugye országos viszonylatban is az egyik legnagyobb régészeti gyűjteménnyel rendelkezik a Szent István Király Múzeum. Én azt hiszem, hogy azt mondhatom nézőink szempontjából is, hogy szerintem Fehérváron itt már mindenki izgatottan várja 2023 tavaszát. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket. Köztérrel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.